reménykeltő, hogy annak a nagy épületnek, amit a Magyarországgyűlés házának nevezünk, a parlamentnek, az egyik alelnöke nemcsak hogy egy 4 gyermekes fiatal édesanya, de emellett harcos ügyvivője is az életvédelemnek. És ez bizony nem csak az utcán, nem csak itt a tereken, nem csak Szent Margit sírjánál, nem csak a Margit szigeten, de bent a törvényhozás, a törvényalkotási épületén belül is, a parlamenti patkó soraiban ülve is vívja ezt a küzdelmet. És ez a küzdelem bizony, ez nem eredmény nélküli, hiszen tudjuk jól, hogy hosszú-hosszú éves küzdelem célba érkezett, amikor a szívhangrendeletet elrendelték. Tehát szeretném ide a mikrofonhoz hívni Magyarországgyűlés alelnökét, a mi hazánk országgyűlési képviselőjét, és a szívhang törvény kezdeményezőjét, Dúró Dórát. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon nagy öröm számomra, hogy hagyomány teremtő vagy hagyomány tovább vívő módon március 25-én összegyűlünk azok, akiknek annyira fontos az élet, hogy a szombat délutánunkat itt együtt töltjük, és ennek az ügynek szenteljük. A legnagyobb probléma, amit én magam ebben az ügyben tapasztalok a társadalomban, hogy alapvetően kollektív tévhitekben élünk. Odáig jutott el az elmúlt 70-80 évnek az agymosása, hogy egész egyszerűen biológiai tényeket le tudnak tagadni, sőt a társadalom döntő többsége azt a biológiai tényt, hogy az élet a fogantatástól kezdődik, azt vitatja. És ez egészen döbbenetes, hogy kizárólag agymosással, a tankönyvek, a média átírásával, megszerzésével sikerül tudományos tényeket vitatottá tenni. Mert valójában ezt tette a kommunizmus és a liberalizmus. Azt mondják, hogy a fogantatás pillanatától nem élet, nem lehet ezeknek a gyermekeknek ugyanolyan joga, ugyanolyan méltósága, mint bármelyikünknek. Pedig, hogyha eljutnánk oda, hogy azt mondjuk, hogy az élet valóban a fogantatás pillanatában kezdődik, ahogyan egyébként ott kezdődik, akkor ebből következne, hogy nem vehetjük el másnak az életét. A leggyakoribb tévhit talán az, hogy a nőnek joga van dönteni arról, hogy megtartja a gyermekét, vagy nem. És nagyon gyakran erre a bizonyos válsághelyzetre szoktak hivatkozni, amelyet egyébként a magzatvédelmi minek csúfolt törvény, ugye Orwell is megirigyelni az ilyen elnevezéseket, magzatvédelminek csúfolt törvény még most is lehetővé tesz. Hogy mi van, hogyha olyan válsághelyzetben, olyan nehéz helyzetben, olyan szociális helyzetbe kerül egy édesanyja, hogy mondjuk elveszíti a munkáját, elveszíti a párját, akkor mit csináljon? De mi történik, hogyha egy 1 éves gyermekkel történik meg ugyanez? Mi történik akkor, hogyha megszületett a gyermek 1 éves, és az édesanyja elveszíti a megélhetését, elhagyja a párja? Akkor már mindenki szörnyűködne azon, hogy azt mondjuk, hogy ölje meg a gyereket. De miben más egy magzati életkorú gyermek, mint egy 1 éves gyermek? Semmiben nem más. Ugyanúgy él. Csak letagadjuk, mivel nem látjuk, letagadjuk azt, hogy aki mozog, az még nem él. Hát hogy lehet, hogy valaki, aki mozog, az nem él? Hogy lehet, hogy egy magzati életkorú gyermeknek nincs annyi méltósága, mint egy 1 éves gyermeknek? De igen, ugyanannyi van. És ezzel az agymosással, hogy elvitatjuk, dehumanizálják a magzatot, ezzel az agymosással sikerült ezt a helyzetet előteremteni. Mert a szemléletformálás ott kezdődne, hogy elmondjuk az édesanyáknak, akik úgy érzik, és őszintén úgy érzik, hogy a gyermek az ő életüket tönkreteszi, hogy valójában ez nem így van. Mert nekik nem a gyermekük teszi tönkre az életüket, hanem az abortusz fogja tönkretenni az életüket. Hány 18 éves fiatal lány jön ki úgy a közoktatásból, hogy tudja, hogy ha abortuszt végez, akkor 6-szor akkora eséllyel lesz öngyilkos, mint hogyha megszüli a gyermekét. Elmondjuk ezt nekik a középiskolában? Elmondjuk azt, hogy a szociális szorongásos zavarokra 60%-kal megnő az esélyük akkor, hogyha abortuszt végeznek?
Elmondjuk, hogy nagyobb lesz a vetélés, a koraszülés, a meddőség kockázata akkor, hogyha abortuszt végeznek? Elmondja ezt bárki nekik a közoktatásban? Kötve hiszem. Pedig erről kellene nekik beszélni. Hogy mi a valóság? Hogy mi az, ami valójában tönkre teszi az életüket? Hány fiatal lány tudja, hogy az abortusz 193%-kal növeli a mellrák kockázatának, a kialakulásának az esélyét? Ezt elmondják nekik? Hogy ilyen következményei vannak az abortusznak? És azt elmondják nekik, hogy az abortusz elvégzése után néhány héten belül már 10-20% az édesanyáknak megbánja, hogy elvégezte ezt a beavatkozást. Hogy ők milyen terhet cipelnek végig az életük során. 1-2 hónapról beszélünk. És minden egyes kutatás azt mutatja, hogy az idő előre haladtával növekszik azoknak a szám, akik megbánják az abortuszt. De az ellenkezője is igaz. Azon nők körében, akiktől valamilyen okból megtagadták az abortuszt, már 1 évvel a gyermek megszületése után 95% azt mondja, hogy de jó! De jó, hogy megtagadták az abortuszt, mert már 1 évvel később úgy érzik, hogy az, amit abban a pillanatban ők válsághelyzetnek gondoltak, az már nem áll fenn. Mégis tudják vállalni a gyermeküket. És ez kellene legyen a fő üzenet minden édesanyának, aki ezen gondolkodik, aki kétségbe esik, aki nem várta ezt a gyermeket. Hogy attól, hogy nem várta, attól, hogy abban a pillanatban kilátástalannak tűnik, attól még ez nem kilátástalan. És igen, van feladata az államnak, anyaotthonok építésében, és egyáltalán mindenkinek, aki életvédő, van feladata, hogy a saját környezetében minden egyes gyermeket tekintsen a magáénak is, és minden egyes olyan gyermeket, akik nem várt módon fogad meg, ő érte próbáljon felelősséget vállalni. Mindannyiunknak megvan ez a feladata. Hogy ezt hirdessük az édesanyáknak, hogy mindig van más választás. Mindig van más választás, és mindig jobb választás az életet választani, mint hogy utána cipeljék ezt a terhet egész életükben magukkal. Erre lenne szükség, hogy az egész társadalom érezze magáénak a megfogant gyermekeket, mindenki vállaljon értük felelősséget, segítse, tekintse saját személyes feladatának azt, hogy ezeket az édesanyákat segíti, és az állam minden egyes magzati gyermeket valóban próbáljon meg a világra hozatalban segíteni. Erre van felelőssége, küldetése mindannyiunknak, akik itt vagyunk, és akik szeretnénk tenni azért, hogy az abortuszok száma lehetőleg nulla legyen Magyarországon. És valóban a szívhang törvény vagy rendeletnek a bevezetése egy óriási siker, de bízom benne, és hiszem, hogy ez csak egy első lépés. És a következő lépés, amit szintén szeretnék kezdeményezni törvényjavaslattal is az országgyűlésben, és ezt a javaslatot is egyébként Téglás Imrének köszönhetjük, hogy legyen 3 nap egy évben, amikor nem végeznek abortuszt. Legyen a napoknak 1%-a. Március 25-e legyen az egyik ilyen nap. Június 1-je legyen egy másik ilyen nap, a Nemzetközi Életnapja, és az Aprószentek napja december 28-a legyen a harmadik ilyen nap, amikor azt mondjuk, hogy Magyarországon ténylegesen van 3 nap, amikor egyetlen magzati életkorú gyermeknek sem oltják ki az életét. Ehhez a kezdeményezéshez egyébként már 41 kórház csatlakozott Imre munkájának és az Alfa Szövetség munkájának köszönhetően, de én azt szeretném, hogyha ez országos lenne, és minden kórház, minden orvos vállalná, hogy legalább lesz 3 napja egy évben azoknak a gyermekeknek, akiknek ezzel talán egy pici esélyt megint tudunk adni arra, hogy megszülethessenek, és vagy örökbeadás után, vagy a saját családjukban élhessenek, felnevelhessük őket. És nagyon úgy tűnik sokszor, hogy ez az egész küzdelem ezzel az óriási gépezettel szemben, amiről Edda is beszélt, hiába való, vagy mi csak egy cseppet tudunk hozzátenni, de tegyük hozzá mindannyian azt az egy cseppet. És ha el tudjuk mondani ezeknek az érintett fiatal nőknek, fiatal férfiaknak, hogy valójában nem a gyermek teszi tönkre az életüket, valójában az abortusznak vannak olyan következményei, amiről nekik senki nem beszél, és valóban tudatosan nem beszél, akkor már tettünk azért, hogy
legalább ezen az úton, ezen a módon hozzájáruljunk ahhoz, hogy valóban egy életet tisztelő, életet becsülő országhoz és néphez, nemzethez tudjunk hozzájárulni. Erre kérek mindenkit, ezt tudom útravalóul kérni mindnyájuktól. Köszönöm szépen a lehetőséget!